tizedik jubileumi koncert alkalmával köszönjük nekik azt, hogy évről évre meghozzák ezt az áldozatot, és eljönnek közénk ide kicsim falunkba, Somogygesztibe. 10 évvel ezelőtt született meg Somogygesztiben a gondolat, hogy januárban egy ingyenes koncerttel köszöntik az esztendőt. A katolikus templom fellépői között visszatérő és vendégművészek is akadnak. Január 2. vasárnapján szoktuk megszervezni ezt a koncertet, most a 3., mert a Falusi Marián nem ért rá, és azóta ezt minden évben, kivéve tavalyi év, ugye már pandémia volt, minden évben megszervezzük, és eddig, bízom benne most is, eddig a templomunk a színig volt. A művészek mindig tartogatnak meglepetéseket a közönség számára. Ez egy katolikus templom, és mégsem templomi énekeket énekelünk csak minden esetben. Most már 10 év alatt, azt hiszem a 6. éve Falusi Marian is fellép itt velem, ő a legjobb barátom, és például ma padödő dal is lesz, amit nem tud a közönség, és azt is beépítettük a műsorba. Hát ahol a Mari ott van, a padödő ott van, és azért nagyon jó itt lenni, mert a templom, a polgármester, az atya, mindenki egy picit nyitottabban gondolkodik erről a dologról. A pici gyerekektől kezdve egészen a nyugdíjasokig idén is minden korosztály megfordult a teltházas koncerten. Szinte az elejétől részt veszek ezeken a koncerteken, mivel ugye önkormányzati dolgozó vagyok. Gyönyörűek a műsorok minden alkalommal, mindenki nagyon jól érzi magát, szórakoztatóak a műsorok, gyönyörűen énekelnek, úgyhogy nagyon szeretjük őket. A közel 2 órás koncert zenei összeállításában külföldi és magyar dalok egyaránt felcsendültek.